Róbert, Gábor György, Dési János. Akkor üdvözlök mindenkit, erabbi.blog.hu, vagy ebből az irányból, a képernyőn, ezt mindig elfelejtem, Gábor György és Rőlik Róbert, velük beszélgetünk tovább is, és a hatalom a zsidó hagyományokban és szokásokban kérdésről beszélünk. Van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy azért van annyi vita, annyi kommentár, annyi megjegyzés, annyi magyarázat a zsidó szokásokban, mert általában a zsidó közösségekben akár a vallási törvények megtartását is nem lehetett állami erővel kikényszeríteni, hanem csak a meggyőzés eszköze működött, az meg időnként, mintha bonyolultabbnak tűnne, vagy több munkát igényelne, mint a mágiára vele, hogyha más gondol rólunk. Tehát, hogy ezért alakult volna ki egy ilyen vitakultúra, és ennyi kommentár, ennyi magyarázat a zsidó hagyományokban. Éppen a föltett kérdést szerettem volna nagyon-nagyon megdicsérni. Ugyanis nagyon pontosan kérdeztél rá az egyik lényegre, mégpedig arra, hogy a biblikus, Izraelről beszélünk, tehát a biblikus hagyományokban soha nem alakult, nem alakulhatott ki az ókor Izraelben a valamilyen fajta erős állam, vagy túlerős állam koncepció. És ennek gyorsan elmondok néhány okát, aztán majd gondolom haladunk tovább. Amire elsőként felhívnám a figyelmet, az a Deuteronómiumban, tehát Mózes 5. könyvében olvasható, ez az úgynevezett királytörvény, királytörvényként híresült el, amely egy olyan törvénytár, ami a királyoknak fogalmazódott meg. És ebben a törvénytárban többek között azt olvashatjuk, hogy a király ne szerezzen magának túl sok ezüstöt, aranyat. Ne szerezzen magának túl sok lovat, ezek harci lovak, amikre a szöveg utal, majd milyen mondom, hogy mire gondolhat. Ne térítse vissza a népet Egyiptomba, és tartsa be a törvényt. Vagyis, nézzük csak meg, innen a 21. századból, ne szerezzen magának túl sok ezüstöt, aranyat. Azaz, a magántulajdont tartsa tiszteletben a mózesi törvények által is hogy erősen védett magántulajdont, ez rá is vonatkozik, nem lehet lopni. Második, ne szerezzen magának túl sok lovat, azaz ugye a túl sok ló, mondom, itt harci szekerekről van szó, tehát az egész harci retorika, katonai retorika, ezt felejtse el. A harmadik, ne vigye vissza, ne akarja visszavinni Egyiptomba a népet, vagyis ne akarja a szabadsághoz hozzászokott népet visszavinni a ködös múltba, a szolgaság múltjába. És végül ne tartsa előtt, maga előtt, mindenhova vigye magával a törvényeket, és ne próbálja azt a saját képére átalakítani. Vagyis a királyra is vonatkoznak az alaptörvények, az örökkivaló által és Mózes által közvetített alaptörvények. Nem vonhatja ki magát ezek alól. A másik dolog, amit itt gyorsan megemlítenék, mondom, ezekre majd érdemes visszatérni, hogy rendkívül gondosan ügyelt a biblikus hagyomány a híres szeparációra. A hatalmi ágak szétválasztásának az elvére. Mindezt mutatja jó és lakk előtt. Hát úgy bizony, egyébként Montesquieu hivatkozik is, ahogy ő nevezi, az Ótestamentumra, tehát a Héber Bibliára. Szóval a hatalmi ágak szétválasztása alatt azt értem, hogy nem mosódhatott össze a királyi hatalom és a papság hatalma, vagyis a szakrális és a szekuláris hatalom. És ez hihetetlen fontos. A harmadik dolog, amire pedig itt figyelmeztetnék, és erről mindenképpen javaslom, hogy a későbbiekben beszélgessünk, okay. Létezett a hatalommal szemben felvonultatott fékek és ellensúlyok rendszere, ami alatt azt értem,
hogy a hatalomnak a minden korban, vagy minden hatalommal szembeni kritikája az folyamatosan megvolt, és ezt a kritikai hagyományt majd különösen erősen képviseli, mondom, erre mindenképpen javaslom, hogy térjük vissza, a profétáknak a hagyománya, az a profétai hagyomány, ahol persze majd látni fogjuk, elválnak egymástól az igaz és a hamis proféták, tehát azok a proféták, akik minden hatalomtól mentesen képviselték az igazságot, mispát, ugye, tehát az igazságügyét, még akkor is, hogyha ezzel nem voltak különösebben szimpatikusak, sokszor megalázták őket, pöcek gödörbe dobták őket, de akkor is jelen volt az ellenzéki hang, másrészt pedig ott voltak azok a hazug proféták, akik viszont, ahogy a szöveg egy helyen mondja, az uruk asztaláról esznek, kézből etetett, hogy úgy mondjam, ezek ilyen közszolgálati bértolnokok voltak, akik mindig csak azt mondták, amit az uruk hallani akart. Szóval magyarán, és akkor már is átadom Robinak a szót, az a lényeg, hogy soha nem lehetett túl erős az állam, nagyon jól tetted föl a kérdést, ugyanis a legfőbb uralkodó nem a király volt, hanem az örökkévaló volt. És a királynak épp úgy be kellett tartania, épp úgy kötelező volt számára az örök törvény, az örökkévaló törvénye, és hogyha azt megszegte, akkor nem tudott sumákolni, akkor nem mondhatta azt, hogy jó, de most így kell értelmezni ezt a törvényt, nem, hanem akkor bizony ugyanúgy hát bottal verte őt az örökkévaló, még a legnagyobb királyt is, hogyha mondom, bűnt követett el, azt nem lehetett átsatírozni, átkozmetikázni, stb. Tulajdonképpen Gyuri mindent elmondott, és... Tulajdonképpen be is fejezhetjük, igen, menjünk haza. Ja, otthon vagyunk. Most te adtad át a szót. Ez igaz, ez igaz. Azért egy-két apró kiegészítést én fűznék ahhoz, amit a Gyuri elmondott. Az egyik, hogy a mózesi könyvek ugye nem az ötödikkel kezdődnek, és a harmadikban, a Levitikusban, vagy Ikra könyvében egy igen érdekes sorrendiséget fedezhetünk fel. Ugye a Ikró az áldozati rendet felsoroltató heti szakaszokkal kezdődik, és az első áldozat a vétek áldozat, ha valaki bűnt követel. És ebben a sorban úgy kezdi a szöveg, hogy imnusiech riechto, ha egy fejedelem vétkezik. A fejedelem az első, akit megemlít a szöveg. És tévedés lenne azt gondolni azért, mert hát a fejedelem ugye rangban az első, nem, épp ellenkezőleg. Alátámasztandó, amit Gyuri elmondott, a fejedelemnek is vannak vétkei. A fejedelemnek ugyanúgy megadatik a bűnjoga, és ugyanúgy engesztelést kell kérni egy nála nagyobb hatalomtól, egy nála nagyobb erőtől az örökkévalótól. Kettő. Ami a hatalmi ágak szétválasztását illeti, és amire a Gyuri utalt. Ugye egyrészt nem győzzük hangsúlyozni, hogy az ókori Izrael teokrácia. Azaz, a legfőbb hatalom nem a király, hanem a papság kezében van. A vallási törvények és a szekuláris törvények nem elválaszthatóak egymástól. Az ókori Izraelben a legapróbb polgár vagy büntetőjogi törvény is vallási törvény. Ezért lehet az, hogy a mai napig a vallási törvények, a vallási jog átitatja a zsidó életnek minden szegmensét, hiszen egy több mint másfél ezer éves prelúdiuma van az elfajta törvénykezésnek. Három. A híres eset a Nabot szöleje. Ugye, amikor Jezabelnek, a pogány királynőnek megtetszik a Nabot szöleje, és el akarja happolni, ki akarja sajátítani. És nem tudja másképp, csak úgy, hogy Nabotot Isten gyalázással, Isten káronással vádolja meg. Ez volt az egyetlen olyan bűn, ami miatt kiszabhattak rá halálos ítéletet. A hamis tanúk, mert a koncepciós per az egy másik kérdés. De ez mit mutat? A királyné nem a leglogikusabb vádat választja, a felségsértést, hanem az Isten káromlást. Mert a hatalom, és ezt ő is tudta, noha nem zsidó királynőről beszélünk,
Isten, hogy a legfőbb hatalom, a legfőbb tekintély az nem a király, hanem még a fölött álló királyok király. 4. Hatalmi ágak szétválasztása. A Sanhedrin, a rabbinikus bíróság, a 70 tagú hol ülésezett? Nem volt egy külön bírósági épület, ahova ezek mentek, a szentély kapujában. A szentély kapujában. Mégpedig abban a kapuban, ahova a köznép bemehetett, ahol a köznép bevihette az áldozatait, nézhette akár az áldozati ritust. És ezzel mit mondott a Sanhedrin? Hogy a törvény, és minden, újra hangsúlyozom, minden ügyben, polgári peres ügyben, büntetőjogi ügyben, gazdasági kérdésekben, mindenben a Sanhedrin döntött. A törvény nem a királyi palotának van alárendelve, hanem az Istennek. És végül 5. A proféták és hamis proféták. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a proféta az egy ilyen jövőben révedő, szent ember, aki más se csinál, csak állandóan transzban van, és megjósolja, hogy mi történik. Jelentem, ez egy óriási tévedés. A proféta nem is az, akit a Brian életében látunk, hogy ott ugrálnak a hordókkal, és mindenféle marhaságokat beszélnek össze, hogy hámozzál ki belőle, amit akarsz. Iran, Sarad, Volkan, a free-headed serpent, and throughout the land shall be a great rubbing of pots. The demon shall bear a nine-bladed sword. Nine-bladed, not two, or five, or seven, but nine! A proféta egy hihetetlenül összetett funkciót ellátó személy, amire Gyuri már utal. Egyrészt szakszervezeti vezető. Másrészt fizetett vagy fizetetlen ellenzéke a mindenkori hatalomnak. De egy biztos, hogy engesztelhetetlen ellenzék. 3. Az igazság élharcosa, a szociális igazság élharcosa. 4. A törvény védője. És a törvényt nem győzzük hangsúlyozni, az isteni törvény védője, hiszen minden törvény az Istentől. Gondoljunk Amosra. Nem kellett a prófétának képzettnek lennie. Ugye ott van a kohanita próféta Ezékiel, aki a papi rendbe tartozik, ha úgy tetszik, a nobilitásoknak a tagja, és ott van a pásztor Ámosz, vagy ott van a pék Hósea, akiknek semmi előképzettsége nincs, egyszerűen úgy érzi, hogy a fennálló ő számára elviselhetetlen állapotok ellen föl kell emelniük a szavát. Így van, tehát az érdekes az, még egyszer, és összefoglalóan, hogy a király szemben az ókori kelet más vidékeivel, ahol mindig a királyság az égből szállt alá, itt a király az nem törvényhozó, hiszen van a legfőbb törvényhozó, ha tetszik, egy fiktív jogi személyiség, és ez az örökkévaló. Ő a törvényhozó. Ezt a törvényt, vagy ezeket a törvényeket a királynak sem áll jogában megváltoztatni, módosítgatni, kicsit átírni. Ezek, hogy úgy mondjam, ezek gránit szilárdságú törvények valóban. Tehát ezeket nem lehet átalakítani, és hogyha egy király ezzel próbálkozik, vagy szembe megy a törvényekkel, számtalan ilyenről számol be a Héber Biblia, annak mindig meg lesz a súlyos következménye. Ezért van az egyébként, megint csak még a legelső kérdésre visszautalva, ugye, hogy szóval nem alakulhatott ki az ókori Izraelben a despota intézménye. Tehát az a despota, mondjuk, mint ott a szomszédban, Egyiptomban, amit a fáraó jelentett, nem alakulhatott ki ilyen intézmény, mert a király még akkor is, hogyha hogy is mondjam, csak a isteni felkent volt Izraelben, hát hiszen felkenték a királyokat, de nem volt az Istennek a fia, vagy nem volt valamilyen istenség, isteni személy. Ugye a József és testvérei történet, azt szokták mondani, hogy az egy aitiológiai elbeszélés, az eredet elbeszélés, az éppen azért született, mert a
zsidók számára furcsa volt, hogy itt a szomszédban ilyen despoták vannak. Hogyan jöhetett létre ez a despotikus intézmény? Hát úgy, hogy, ugye, és akkor megszületik a hét bő és a hét szűk esztendőről szóló történet, amely egy magyarázatot ad arra. De ez Izraelben idegen volt, ismeretlen volt. Na most, ami nagyon fontos még, amit hozzátennék, hogy szintén teljesen egyedülálló. Az egész ókori történelemben az, ami a héber Bibliában megtalálható, a határozott, éles, sokszor kimondottan plebejus hatalomellenesség. Ugye a Bírák könyvében már Gedeon is arról beszél, ugye visszautasítja, nem uralkodom rajtatok, hiszen az örökkévaló uralkodik mindannyiunkon. Vagy ott van talán a legélesebb hatalom elleni, már azt mondanám, hogy regiszterária, ugye Sámuel monológiára gondolok, akit azért toszogatott a nép, hogy legyen már, találjon már valami királyt, hogy mi is olyanok legyünk, mint a többi nép. És akkor Sámuel iszonyú kegyetlen minden idők, hogy is mondjam, hatalom kritikáját produkálja, amikor elmondja azt, hogy oké, de akkor milyen lesz ez az uralkodó? Mi mindentől kell félnetek? A fiaitokat katonákként fogják majd felhasználni, elveszik a legjobb szolgálóitokat, és a pénzeitekből a saját udvaroncaikat fizetik. Ez teljesen ismeretlen számunkra. És így tovább, és így tovább. Tehát egy rendkívül erős kritikai attitűd, a hatalommal szembeni kritikai attitűd fogalmazódik meg. És még egy dolgot hagyd tegyek ide, ami szintén nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy a királysággal, a hatalommal szembeni hangok, vagy fellépések, nagyon érdekes módon Izrael történetének állami korszakához kötődik leginkább. Hát csak egy példát mondjak, sok-sok példa van erre. De ugye Abszalom, Dávid harmadik fia, aki a legdurvábban, legélesebben konfrontálódott a hatalommal, annak egy nagyon durva, szimbolikus példáját is bemutatta a nép számára, amikor apjának a másod feleségeivel hált, vagy szeretkezett, közösült, mint egy bemutatva azt, hogy a hatalom az tulajdonképpen semmiség. De a lényeg az tehát, hogy mindig a hatalom ellenesség ilyen-olyan formában jelen volt. Azt még hagyd tegyem hozzá, nagyon egyetértve Robi iménti szavaival, hogy a proféták között valóban vannak Ámosz, ugye az egyszerű pásztor, vagy Mika, ugye az alacsony sorból származó, és ott van például Jeremiás, tehát nem az az érdekes, hogy hova tartozik a társadalom mely osztályába, rétegébe tartozik, hanem hogy képviseli ezt az éles hatalom elleni attitűdöt, hangot, és ezt könyörtelenül, és mondom, amikor el akarták őket hallgattatni, elhallgattathatatlanul képviseli. Tulajdonképpen a hatalom mit tehet és mit nem tehet, és miért nem alakultak ki, hogy nem alakultak ki a despoták a bibliai Izraelben? Gondoljunk az Uriás történetre, Dávid és Becsabé. Ugye? Miről van szó, hogy Dávid meglátja Becsabét, Becsabét, kinek hogy, meglátja Becsabét, megtetszik neki, beleszeret, elcsábítja, stb. És aztán ugye ír egy levelet, felhozza ezt az Uriát, a Bathsebának a férjét, és mindenkit megpróbálja összehozni a házas párt, mert hát ugye a Bathseba gyermeket vár. És az Uria nem akar hazamenni, hogy a harctól elmegy az ereje, és a végén Dávid ír egy levelet, rábízza az Uriára, vidd el ezt a parancsnokodnak. És abban a levélben annyi van, hogy ezt az ember ne jöjjön vissza a háborúból. Ha Dávid, aki tulajdonképpen majdnem közfelkiáltással lesz uralkodó Saul halála után. Dávid egy ilyen machinációra késztetődik, kényszerül. Az azt jelzi, hogy nem tehet meg mindent. Hát ugyanezt a történetet
el tudjuk képzelni, mit hogy Babilóniában? Hogy el tudjuk képzelni a Néró korabeli Rómában? Nemes egyszerűséggel elveszem magamnak a nőt, és kivégeztetem a férjét, végeztük. A hatalom nem tehet meg mindent az ókori Izraelben. Sőt, az Uriás levél azt bizonyítja, vagy mutatja, hogy bizony a hatalomnak álcáznia kellett, el kellett rejtenie, kódolnia kellett a cselekedeteit. Miért? Mert felelősségre vonható. És nyilván nem csak az Isten, de az ember által is. Megint csak, ha szabad kapcsolódnom Róbi iménti szavaihoz, nem győzöm kiemelni tényleg azt, hogy vagyis a Héber Biblia rendre újra és újra felvonultatta azokat a kritikusokat, azt a kritikai hangot, vagy kritikai attitűdöt, ami egészen egyszerűen, szinte kedvem lenne azt mondani, hogy nem elvárt volt, kötelező volt az ókori Izraelben. Tehát kötelező volt az, hogy a hatalommal szemben ott legyen, a hatalommal mindig is kritikus ellenzék. Még egyszer mondom, sok támadás érte őket, hát ez teljesen rendben van, mindenkorban az ellenzéket éri támadás. De ott voltak, és példát mutattak abból, hogy kritikai gondolkodás nélkül szemben azokkal a proféták, akik csak nyerészkedésből tevékenykedő, mondom, ilyen udvari bértolnokok voltak. Szóval kötelező a kritikai hangnem, és kötelező egyfajta kultúrpesszimizmus. Na most ez a kultúrpesszimizmus, ez mindig konkrétan, konkrét elvekben, konkrét mondatokban, konkrét gondolatokban fogalmazódott meg, de ugyanez a kritikai pesszimizmus egy kritikai optimizmussal is párosult. Rögtön mondom a példát, ugye akkor, amikor Ámosz például azt mondja, hogy gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, mondja, és juttassátok diadalra az igazságot, mispát. Tehát ez egy hihetetlen, miközben kritikus, mert azt mondja, hogy a rosszat gyűlölni kell, el kell utasítani, stb., de az igazságot diadalra lehet juttatni, és azt is kell megtenni. És még egy megjegyzés, ami, engedjétek meg, ennyire hadd legyek szubjektív, nekem kiváltképp fontos. Hát egy csodálatos, amikor azt hisszük, hogy a hatalommal szembeni irónikus hangvétel, ugye főként, mint tudom én, Magyarországon is a 19. századi sajtótermékekben jelenik meg, hát akkor ennek találjuk meg a legősibb formáit. A Héber Biblia, illetve az egész zsidó hagyomány tele van iróniával, a hatalommal szembeni iróniával. Például Hóseának egy ilyen kifakadása abszolút irónikus, amikor azt mondja, hogy királyokat választottak, bálványokat csináltak. Mondja. De hogy a legironikusabbat mondjam, és hát lehet, hogy ez innen a 2020-ból egy kicsit furcsán fog hangzani, de a Bírák könyvének a döbbenetes iróniájára gondolok, ahol az történik, azt meséli el a szöveg, hogy a fák királyt akartak felkenni maguknak. Ám de sem az olajfa, sem a fügefa, sem a szőlő, tehát az értékes gyümölcsöket termő fák nem óhajtották feláldozni a gyümölcseiket, elutasították azt, hogy ők ezt a hiába való uralkodást. Egyedül a gyümölcsöt nem termő, árnyékot nem nyújtó, totálisan haszontalan, teljesen haszontalan tüskebokorban volt meg a hajlandóság arra, hogy elvállalja a királyságot, a hatalmat. Ez megint egy olyan gyilkos irónia a hatalommal szemben, amit hát jó lenne szerintem itt valahol elraktározni a kis agyunkban. Beszéljünk egy egészen másik korszakról. Elmondtunk, hogy az nagyjából a babiloniai fogság előtti időszak hatalomviszonya. Érdekes lenne megvizsgálni a babiloniai fogságból való visszatérés utáni viszonyt a hatalomhoz. Külön tekintettel ugye arra, hogy a babiloniai fogságból való visszatérés után jönnek a hasmoneus uralkodók, a hellenizált királyok, jönnek aztán a római báburalkodók, akikkel már egy picit más a viszony, mint a Dávid házzal.
Sőt, még annyit hagyd tegyek ezt hozzá, tehát hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az idegen hatalomhoz miként viszonyult a zsidóság, akkor én Jeremiásnak, a már emlegetett Jeremiásnak a híres levelére hívnám fel a figyelmet. Ugye a Babilonba került hitsorsosainak címezte, adresszálta ezt a levelet, és itt jelenik meg először az a szellemiség, tehát most idegenben van a zsidóság, vagy a zsidóságnak egy jelentős része, oda hurcolták, oda vitték el őket, deportálták őket, és nekik írja ezt a híres levelét a proféta, amiben azt írja, hogy ugye itt hangzik el a híres Dina de Malkuta Dina elve, hogy az állam törvénye a törvény. Tehát ebben a levélben azt mondja, hogy, hogy éljétek rendes zsidóként az életeteket, nősüljetek meg, menjetek férjhez, szüljetek gyerekeket, vegyetek földeket, stb. Stb. De mindenek előtt és mindenek fölött, tehát legyetek jó zsidók, de mindenek előtt az állam törvényét tartsátok tiszteletben. Ez egy hihetetlenül fontos, egyébként azt kell mondanom, hogy a 20. század legvégére, a 21. század elejére ennek megint nagyon-nagyon fontos üzenete van, talán kihalljuk belőle, tehát, és ez az, ami garantálhatta a későbbiekben, ez az elv, és nem csak az elv, hanem ennek a gyakorlatáról is szó van, amely például a középkorban garantálhatta a ugyan gettó fala mögé szorult, de mégiscsak azon belül a relatív autonómiáját, akár a mindennapi életben, a mindennapi törvényekben, vagy a jogi szabályozásokban megélő, tehát relatív módon, relatív autonóm módon megélő zsidóságnak a relatív függetlenségét. Igen, erre akartam kérdezni, vagy erről akartam kérdezni az előbb, hogy hogyan sikerült beilleszkedni ebbe a középkori világba, ugye a sok száz évbe, amikor a zsidó törvények és a világi törvények, vagy a keresztény államok törvényei alapvetően sok-sok pontban eltértek egymással. Nem mindenbe persze, de nagyon sok pontban. Tehát, hogy mekkora rabbinikus munka volt az összehangolni, hogy megadni az államnak, ami az állami, de közben mégiscsak megtartani a zsidóság alapvető törvényeit. A pestünk volt a szerencsénk, én azt gondolom. A Gyuri által említett gettók, ugye, ami a középkori Olaszország találmánya, ezek egy kicsit átformálódva, átalakulva jelentek meg a Kahal rendszerben, ahol a zsidók egyfajta önkormányzatiságot... Bocsánat, én nem tudom, mi az a Kahal rendszer. A Kahal szó szerint annyit tesz, hogy közösség. Közösség, nagy közösség. A zsidó közösség egy adott területen telepedett le, ennek a késői utóda Shtetl, Anatevka. Tehát egy adott területen telepedtek meg a zsidók, egyfajta önkormányzatisággal bírtak. Ugye volt két fejű vezetés, volt a Rose Kahal, a Rose Kahal, a közösségnek a világi vezetője, aki volt most úgy fogalmazok, hogy a polgármester, és ott volt a rabbi, a polgármester kettő. De azonos jogokkal, de más hatáskörrel rendelkező autoritás a közösség élén. A nem zsidó közösséggel, a befogadó társadalommal, a kvázi polgármester, a Rose Kahal tartja a kapcsolatot. Ugye ennek is megvan, azért mindennek megvan a zsidóságban a prelúdium, az előjátéka. A Talmudban ott van Rabbi Judah Hanászi, Rabbi Judah fejedelem, a Mista szerzője, az egyik legtekintélyesebb ókori rabbi, akkor azt mondja a Talmud, hogy Antoninus császárnak volt a tejtestvére. És egymással nagyon jókat beszélgetnek. És a császár kérdezi Judah Hanászit, és Judah Hanászi válaszol, és a Talmud lapjaiból az jön ki, hogy kifejezetten jó baráti viszonyt ápolnak egymással. Ugye Judah Hanászi működési ideje a római birodalom. Ő él a második század végén, harmadik század elején. A római birodalom, hát majd, hogy nem ereje teljében van, hanyatlik ugyan, de még a hanyatlás jelei
nem nagyon mutatkoznak. Vannak repedések, de ez ott van. Hogy tudták mondani, nekünk legyen mondva az anyatlás. Igen. Na most nyilván a Talmud azt, hogy a római cenzúra alatt születik, nyilván azt akarja üzenni, hogy a zsidó közösség vezetője és a mindenkori hatalom vezetője meg kell, hogy találja egymással a közös hangot, mert abból mind a két közösség csak profitál. Ugye ugyanez alakul majd át a későbbiekben a Kahálban, a Rasekóli, a rabi és a mindenkori világi vagy nem zsidó világi vezetés között. Hadd hívjam itt föl megint a figyelmet valamire. Ugye mind a ketten most már a Rubival emlegettük ilyen vagy olyan kontextusban a gettó intézményét. Rubi, ha jól emlékszem, úgy kezdte a mondandóját, azt mondta, hogy a pestünk volt a szerencsénk, ugye? Valahogy így. Igen. És ezt én nagyon találónak érzem. Tudnilik, még mindig ugye ott tartunk, hogy most már nem a saját maga által megképződött hatalmi struktúrában, hanem egy más hatalmi struktúrában a zsidóság hogyan viszonyul ez a hatalomhoz. Ha visszagondolunk a gettóra, a gettónak, ugye a gettó falának, mint minden falnak, két oldala van. Egyfelől jelzi a kizárást, a keresztény társadalomból való kizárásnak az igényét, másfelől azonban kétségtelen tény, hogy a zsidóságnak, a pechünk, a szerencsénk, a bezárkózását is jelzi. Na most ez mit jelent, és miért itt mondom ezt? Azért, mert nagyon érdekes, hogy amikor az emancipációs törvény után ugye leomlik a gettó, leomlanak a gettófalak, azaz attól a pillanattól kezdve a gettóból kikerülő zsidó éppen olyan tagja a társadalomnak, mint bárki más, ugyanabba az iskolába járathatja a fiát, ha akarja, ahova a keresztény szomszédja, ugyanazon a munkahelyen, banktisztviselőként, katonatisztként, stb. Elhelyezkedik, ahol a másik. És mégis miért ekkor indul el, vagy veszi kezdetét a cionizmus gondolata, hogy el kell menni ebből az Európából? Ez teljesen érthetetlen első pillantásra. Hát most lettetek egyenlőek, a törvény előtti egyenlőség, amelyről persze azért kiderül, hogy nem olyan egyszerű az, ugye a Dreyfus perre gondoljunk csak. Szóval, de mégiscsak hát ez a kínálata az emancipációs folyamatnak. És a paradoxon az, hogy éppen azért, mert gondoljuk végig, ha ugyanabba az iskolába járathatom a gyerekemet, tehát személyemben emancipálódtam, de a nép nem tudott emancipálódni, hiszen hiába járathattam ugyanabba az iskolába a gyerekemet, nem tudtam megüzenni az iskolába, hogy igen ám, de neki tessék külön főzni az iskolai konyhán, mert ugye mi nem ehetjük azokat az ételeket. Nem tudtam azt megtenni, hogy azt mondjam banktisztviselőként a főnökömnek, hogy drága főnök úr, én holnap nem tudok bejönni, mert nekünk éppen hosszú napunk van, vagy egyéb ünnepnapunk van. Tehát kiderült, hogy a saját törvényei szerint most már nem tudja paradox módon, amikor szabaddá vált, nem tudja úgy szervezni az életét, mint ahogy, még egyszer mondom, a pechünk volt a szerencsénk a gettófalai között, és ezért merült fel a gondolata annak, hogy egy olyan önálló egységet, államot létrehozni, ahol eme törvények szerint nyugodtan lehet élni. Valószínűleg ez is egy része a dolognak, meg aztán a megjelenő antiszemitizmus, az, hogy ez az a korszak az, amikor a népek a nemzeti érzéseikre ébrednek, és ez nagyon sok megjelenik, úgyhogy biztos azért sok oka van még persze, én ebből a szempontból. A cionizmus kialakulásának. Úgy mindjárt vége a mára rendelt időnknek. Engedj meg, ha ő megengedi. Egy mondatot. Említettük Juda Nászit, a Misna szerzőjét. A Misna a Vot traktátusában van egy hihetetlenül ideillő Misna, szabad parafrázisban hangolja, ne kerülj túl közel a hatalomhoz, mert a hatalom csak addig lesz kedves hozzád, amíg szüksége van rád. Ezt nem is értem itt most, Robi, hogy te mire céloztál ezzel itt. Szerintem mi mind a hárman. Robi, én idéztem a Misnát. Köszönöm. Mind a hárman elég messze vagyunk a hatalomtól, hogy ilyen problémánk nincsen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket, most megpróbálom jó irányból eltalálni, tehát elrabiblog.hu, ha mégse sikerült volna, akkor innen elrabiblog.hu. Nézzenek minket.
hétfőn és csütörtökön új részekkel jelentkezünk. Gábor György és Pöki Kóver, szervusztok, viszontlátásra! Minden jó, szépen!